Krisztus hallgass minket! Krisztus hallgass meg minket! Krisztus hallgass meg minket! Mennyei Atya Isten! Megváltó Fiú Isten! Szent Lélek Úr Isten! Szent Háromság egy Isten! Szentséges Szűz Mária! Istennek Szent Anyja! Szent Mária Magdolna, mindnyájan az Úr tanítványai, Szent István diakónus, antiókiai Szent Ignác, Szent Polikárp, Szent Justinus, Szent Lőrinc, Aranyszájú Szent János, Szent Márton, Szent Patrik, Szent Cirill és Metód, Szent Mór, Boromeó Szent Károly, Szalézi Szent Ferenc, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében az Úr legyen veletek! Kedves testvéreim, fogadalmi ünnepre jöttünk össze. Mint tudjátok, 1878-ban nagy vihar és pusztulás volt a községünkben, és ennek emlékére a hívek megfogadták, hogy évente ezen a napon kimennek a határba, és épített lombsátorban mondatnak szentmisét. A mai napon mi most igeliturgia keretében emlékezünk meg erről az eseményről. Most vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy megtisztult lélekkel és méltóképpen vehessünk részt majd ebben a szent cselekményben. Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Te megmutatod igazságot, fényét a tévejgőknek, hogy visszataláljanak a helyes útra. Add meg híveidnek, hogy elutasítsunk mindent, ami a keresztény névvel ellenkezik, s vállaljuk, ami méltó hozzá. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikieknek írt második leveléből. Testvérek, nekünk pedig mindenkor hálát kell adnunk Istennek, értetek, akiket Isten szeret, azért, mert Isten kiválasztott titeket első zsengéül az üdvösségre, a lélek megszentelése és az igazság hite által. Meg is hívott titeket erre evangéliumunk által, hogy elnyerjétek Urunk Jézus Krisztus dicsőségét. Ezért tehát, testvérek, legyetek álhatatosak, és őrizzétek szilárdan a hagyományokat, amelyeket akár élőszó, akár levelünk útján tanultatok. Ez az Isten igéje.
szeretem őket, és ők a nyomomban járnak. Halleluja, halleluja, halleluja. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Az az én parancsom, hogy szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti a barátaim vagytok, ha megteszitek, amiket parancsolok nektek. Már nem mondalak benneteket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent, amit hallottam atyámtól, tudtul adta nektek. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Arra rendellek benneteket, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, s hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Azt parancsolom nektek, szeressétek egymást. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban, kedves testvéreim, nem mi választottuk magunknak az Úristent. Jézus világosan mondta, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Ez nem csak az apostolokra vonatkozik, nem csak a papokra, nem csak ránk diakónusokra, hanem minden emberre, aki a maga hivatásában az Úristen megszólított, hogy kövess engem. Bár nem mindenki hallja meg az ő hívását, és nem mindenki válaszol rá, de aki meghallotta és válaszol rá, az nagyon bölcsen teszi. A lelkünket sem mi magunk műveljük, hanem az Úristen. Ahogy az elvetett magot a gazda elboronálja, locsolgatja, a nap melege érleli, az eső áztatja, vagyis a mag elsősorban nem attól növekszik, amit saját maga tesz, hanem attól, amit vele tesznek, amit kívülről kap. Nekünk embereknek Isten értelmes, szabad döntésre alkalmas lelkületet adott. Olvashatunk, gondolkodhatunk, imádkozhatunk, Szent Jónást végezhetünk, ismételten helyes irányba igazíthatjuk az életünket. Ezeket megtehetjük, és meg is kell tennünk, mert ez a mi részünk, ez az ember része. A Jóisten kegyelme nélkül azonban nem tudunk előre jutni. Ő indít minket a jóra, ő hív bennünket, ő ad kegyelmet, hogy a hívását követni tudjuk. De ahhoz, hogy meghalljuk Isten személyes hívását, időről időre csendet kell teremtenünk magunk körül és magunkban is. Vagyis próbáljunk kiszakadni minden gondból, hogy csak Istennel tudjunk foglalkozni. Próbáljuk meg szeretni a csendet. A mai világban sok ember el sem tudja képzelni, hogy mi köze van neki Jézushoz. Hogy mi köze van neki az Istenhez. Nem mindig gonoszak az emberek, csak roppant tudatlanok, felületesek és befolyásolhatók. Különféle hatások mindig azt sugallják, hogy nem kell törődnünk semmi mással, csak ami most előttünk van. A munkával, a lakással, az egészséggel és a többivel. Ezekkel is persze foglalkoznunk kell, de nem kizárólag. Szent Ágoston nagyon messziről érkezett meg a Jóistenhez. De amikor már tisztán látott, amikor már fölismerte az igazságot, így ír.
Íme, Uram, teremtett világod aprósága az ember akar dicsérni téged. Nyakán a halál igája, lelkében bűne tüskéje és a bizonyosság, hogy a kevélyeknek ellenállsz. S mégis ez a porszem kezed alkotása között az ember dicsérni akar téged. A te indításod az bennünk, hogy gyönyörűség dicsérnünk téged, mert magadnak teremtettél minket, és nyughatatlan a szívünk, amíg csak el nem pihen benned. Kedves testvéreim, Szent Ágoston gyönyörű, költői módon a legvalódibb igazságot fejezi ki, miszerint az ember Istenre irányul, hozzá van igazítva, mint rádióvevő készülék a különböző helyekről érkező rádió hullámokra. Ha nincs szinkronban vele, akkor nem tudja fogni az adást, és nem teljesíti a hivatását. Nem választható dolog tehát, hogy Istenre figyeljünk, hogy Istenre hallgassunk és megfogadjuk, amit nekünk mond, hanem kikerülhetetlenül szükséges is. Ha valaki mégis ki akarja kerülni, óriási bajt okoz magának és eltéved. Olyan ez, mint az űrhajós, aki fönt az űrben, nem tud egyedül tájékozódni az égi testek között, és ezért állandóan kapcsolatban van a földi irányító központtal. Tegyük csak fel, hogy egyszer hisztérikus indulat ragadja magával, és azt mondja, hogy mit parancsolgatnak folyton, mit dirigálnak nekem, miért mondják meg, merre menjek, vagy amarra, ezt tegyem, vagy azt tegyem, nem érdekel. Tönkre teszem a készüléket, amely az irányítást közvetíti, és akkor szabad leszek. Hát szabad lesz? Nem. Elszabadult lesz. És ma ilyen elszabadult emberek között élünk, akik azt hiszik, hogy az erkölcs csak akadály az ember boldogulásában. A hűség? Hát mire való az? Az ígéret megtartása, a becsület, ózsdi, maradi fogalmak, amelyeknek semmi realitásuk nincsen. Az az okos, aki ezeket egyszerűen megveti. Ugye tudjuk, hogy nagyon sokan így gondolkodnak. Kedves testvéreim, ha meg tudjuk sejteni a végtelent, aki a mi célunk, örömünk beteljesedése, akkor sok minden eltörpül, kicsinyé válik. Mint amikor a helikopter a magasba emelkedik. A földről egy szál búza is méteresnek látszik, de föntről már csak parányi kis pont. Amikor Istenhez érünk, amikor föl tudunk emelkedni lélekben az örök dolgokhoz, akkor megkapjuk a békét. És egy lehetőség ahelyett, hogy kivonulnánk a világból. Le kell mosnunk magunkról az állandó félelmet, valahogy úgy, mint amikor szakszerűen, magas tűzoltó létrákról mindenféle vennyi anyaggal megtisztítanak egy műemlék épületet, és utána újra fölragyog annak eredeti szépsége. Nekünk is ki kell emelkednünk a nyugtalanságból, és csak akkor indulhatunk el azon az úton, amelyről Juhász Gyula is beszél. Ő egy nagy processzióhoz, azaz körmenethez hasonlítja azt a vándorlást, azt a menetelést, amellyel ebből a földi életből, a mindennapi gondokból, munkából, tanulásból, pénzszerzésből, örvény és sírok fölött az égi táj felé tartunk. És egyetlen stációja, egyetlen állomása van ennek a körmenetnek, az Isten, a végtelen. Hogyan válhatunk szabaddá a ránk nehezedő félelmektől, aggodalmaktól? Lássuk meg életünkben a jót, a kegyelem munkálkodását,
és abba épüljünk bele minél szilárdabban. Keresnünk kell, hogy megtaláljuk ezt a jótékony erőt, hiszen az utca dübörgése hangosabb, mint a lelkünk mélyén csendesen működő kegyelem. Ha azonban felismertük ezt a rejtett erőt, merhetünk maga biztosan haladni, mert tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül. Velünk van, aki azt mondta, nem nevezlek többé szolgának benneteket, mert a szolga nem tudja, mit tesz ura. Barátaimnak mondalak benneteket. Olyan barátunk van, aki sokkal hűségesebb, mint mi, hiszen nem felejt el bennünket egy pillanatra sem. Noha mi néha hetekig nem is gondolunk rá, és visszaesünk a kicsinyességünkbe. Részesültünk a keresztségben, a bírmálásban. Hát miért nem használjuk föl azt a sok lappangó értéket, amelyet ezekben a szentségekben kaptunk? Mit ér a takarék betét könyvem, ha sohasem váltom ki? Ha még nem használom a pénzt, addig nem is igazán az enyém, hanem a banké. Föl kell használnunk a Szentlélek kegyelmét, akkor megkapjuk a mindenek fölött álló békét is. Ma az emberek nagy része elkeseredetten, kényszerűségből vonszolja a mindennapjait. Pedig nem szabad megunnunk az életet, mert eszköz a kezünkben, amellyel örök életünket építhetjük. Ha csak arra gondolunk, hogy úgyis meg fogunk halni, akkor könnyen elhatalmasodik rajtunk az érzés, hogy minek küzdjek tovább. Ám az érettségiről sem mehet ki a diák, amíg meg nem írta a dolgozatát. Lehet, hogy rosszul, hibásan írja meg, de meg kell írnia. Kedves testvéreim, a földi életünk ilyen dolgozatírás. Az Úristen ránk bízott egy feladatot, és amíg a végére nem érünk, legyünk akármilyen életformában és helyzetben, addig nem adhatjuk fel, nem unhatjuk meg. Ha pedig meg tudjuk szeretni Istentől kapott hivatásunkat, ha örülni tudunk neki, és lekopik rólunk a nyugtalanság és az aggodalom, akkor életünk végén elégedetten tekinthetünk majd vissza, hogy bizony érdemes volt élnem. Amen. Testvéreim, köszönjük meg Istennek mindazt, amit eddig nekünk ajándékozott, és kérjük bocsánatát azért, amit vétkeztünk ellene. Hála neked, Istenünk, hogy egyházad által tanítottál, és a kegyelem eszközeiben részesítettél minket. Bocsáss meg, hogy annyiszor elhanyagoltuk szent igét hallgatását és a szentségekhez járulását. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hála neked, Istenünk, hogy életben tartottál minket, míg oly sokan sírjukba szálltak. Bocsáss meg, hogy az érdemszerzés idején sokszor elvesztegettük, vagy éppen bűnre fordítottuk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hála neked, Istenünk, a sikerekért és az eredményekért, amelyeket jó voltodból elérhettünk. Bocsáss meg, hogy oly ritkán köszöntünk meg gondviselő jóságodat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hála neked, Istenünk, hogy erőt adtál helytállni, hogy erőt adtál helytállni a kísértés idején, és elviselni a megpróbáltatást. Kérünk téged, hallgass meg minket. Hála neked, Istenünk, hogy sokszor megadtad nekünk az őszinte bűnbánat kegyelmét. Bocsáss meg, hogy minduntalan megfeledkeztünk erős fogadásunkról. Kérünk téged, hallgass meg minket. Teremtő Istenünk, te adsz nekünk minden jót, s a gyermeki köszönet érzését is csak a te kegyelmedből várhatjuk. Engedd, hogy szerény hálaadásunkat egybe kapcsoljuk ige liturgiánk imáival, Krisztus, ami Urunk által. Keresztus árán, Jézus égében.
éltess minket az örök életre ő általa, kinek veled együtt dicsőség, tisztelet és imádás legyen a Szentlélekkel együtt, mindörökkön, örökké. Amen. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki jössz és uralkodol mindörökkön, örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással, legyen békesség köztünk mindenkor. Béke veletek, béke veled, Marci. Jézus Krisztus, élő Isten fia, te az Atya akaratából, a Szentlélek közreműködésével, halálod által életre keltetted a világot. Szabadíts meg engem, szent tested és véred által, minden vétkemtől és minden bajtól, add, hogy mindig ragaszkodjam törvényeidhez, és soha el ne szakadjak tőled. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Amen. Imádkozzunk alkalmas esőért, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Tessék meg a te neved, jön el a te országod, meg a te akaratod, amint a mennyben. Ugyan is minden napi kenyerünk add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, és
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Üdvözlégy, Mária, s az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Uram, hallgasd meg könyörgésünket. Köszön eléd. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, megerősítettél minket szent asztalod kenyerével. Mutasd meg nekünk a helyes utat e múlandó világban. Irányíts tekintetünket az örökkévalókra, és segíts, hogy a te országodat keressük, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Ige liturgiánk véget ért, menjetek békével. Nek legyen hála. Yeah.
neked az Isten fia. Azért áldunk örvendezve, ott ősz Mária, te hajnal csillagod, élkünk hajnalán, hogy kövessünk magad egész folyamán. Téged ettem, jaj, neked az Isten fia. Azért áldunk örvendezve, angyaloknak királyné a tiszta szűz, kérjed a te szent fiad a életünk. Ékes virágszál, hozzád esdekünk, szép szűz Mária, könyörög értünk, Pátriárkák királyné, a tiszta szűk, kérjed a te szentfiadat, életünk. Ékes virágszál, hozzád esdeklünk, szép Mária, könyörög értünk. Profétáknak királyné a tiszta szűz, kérjed a te szent fiadat, életünk. Ékes virágszál, hozzád esdeklünk, szép Mária, könyörög értünk.